Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorát látják. Ma labdarúgásról fogunk beszélni. Tisztelettel köszöntöm Szapor Gáborot, a PNFC vezető edzőjét. Este. A legutóbbi mérkőzést a BVSC ellen kitűnő játékkal nyerte a csapat. Egy kicsit térjünk vissza arra, hogy ön a negyedik fordulóban vette át a csapat irányítását, és most a 13. következik. Hogyan értékeli ezt az eltelt 9 fordulót, amiben legyünk őszinték, voltak vereségek, voltak döntetlenek, és hát volt egy-két győzelem is, azt hiszem, három, ha jól emlékszem. Igen. Három győzelmünk volt, a Matáv, Sopron, a Szolnok, és most a legutolsó a BVSC elleni győzelem. Én inkább maradnék ennél a győzelemnél, nagyon nem szívesen beszélek a vereségekről vagy a döntetlenekről, de hát a szakmához hozzátartozik, a csapat ezt az eredményt érte el, illetve közösen ezt az eredményt értük el. Mindig jobb szájíze van és jobb hangulata van egy győzelemnek, de az eltelt időszakra az volt a jellemző, hogy nagyon sok munkát végeztünk a játékosokkal. Kemény edzéseken vannak túl, és én ezt tartom az alapnak. A csapat építés közben is, a bajnoki ritmus közben is dolgozni kell, mert fel kell építeni valamit. A legutoljára Pázmándi Zsolt volt a vendégünk, és ő az edzésmunkáról jutott egyébként eszembe, hogy ő elmondta, hogy a játékosok lényegesen keményebben is, sokkal összerendezettebben dolgoznak, mint az előző időszakban. Ön is úgy látja, hogy bár nem illik ilyet mondani, de hogy egy kicsit talán játékban is, erőlétben a csapatot fel kellett hozni most a bajnokság elején? Nem tudom az előző időszakkal összehasonlítani, hiszen nem dolgoztam még akkor itt, és teljesen értelmetlen lenne egy fiktív dologba belefogni és azt magyarázgatni. Augusztus 23-a óta enyém a csapat, és munkás hétköznapokat élünk. Természetesen a technikai, taktikai tudás az már bizonyos életkorban, már gyermekkorban rögződik, és ott a képzésnek a szintje és az oktatásnak a szintje az eldönti, hogy felnőtt korára milyen labdarúgóvá érik, és milyen labdarúgóvá válik a játékos. Ebben nagyon nehéz belenyúlni, minden nap kell gyakorolni, vannak bizonyos sémák, amiket ellenféltől függetlenül, vagy ellenfélhez mérten gyakoroltatni kell, de én annak vagyok a híve, hogyha a játékos egyénileg improvizálni tud, és az egyéni képességeit tudja a mérkőzések, a bajnokság tétmeccsein, például egy videóton, egy Matáv vagy egy BVSC ellen alkalmazni. Még azt hadd említsem meg ezzel kapcsolatban, hogy nagyon csalók a dolog a fizikai, a kondicionális képességekkel szemben nagyon nagyfajta elvárást támasztani. Ezek azok a képességek, amelyek rövid időn belül gyorsan pótolhatók, hiszen sokkal könnyebb megtanítani, vagy egy keményebb edzésmunkára rávenni a játékosokat, mint olyan dolgokat próbáltatni velük, amit nem tudnak. Most én arra gondoltam elsősorban, hogyha ön úgy este elemezgeti az edzés terveket, akkor hogy látja, hogy a negyedik forduló óta fejlődött a csapat, vannak játékosok, akiknél mutatkoztak ezek a jelek, vagy pedig, hogy is mondjam, tehát azért maradunk egy helyben is, és váltakozva jönnek a győzelmek és a vereségek. Nem, szó sincs egy helyben topogásról, egy helyben járásról van fejlődés, igen. Hát nem egy szembetűnő, kiugró fejlődés, hiszen labdarúgásban csapatjátékról van szó, nem olyan éles ez a kontúr, mint esetleg egyéni sportágakban, például egy súlyemelésben, ahol elindult ezelőtt 2 hónap 100 kilóról, és most már 130-at is fel tud emelni és ki tud lökni. Itt már sokkal érzékenyebb mozgáskoordináció szempontjából összetettebb ez a játék. Minden esetre a kondicionális állapotot tekintve a videóton mérkőzéshez, ha hasonlítom, akkor jóval előrébb tartunk már, és ilyen téren szövögethetünk, és reménykedhetünk magasabb célokban is, és elvárásokban, ami a feladat végrehajtását jelenti. A játékban kell elsősorban fejlődnünk, viszont ugye hát vice versa, a kettő nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, aki nem atléta típus, hanem inkább játékosabb, annak könnyebb megtanítani a kondicionális dolgokat. Tehát ön azt mondja, hogy van fejlődés érezhető. Hogyne, természetesen. Én azt javaslom, hogy mivel pozitív kicsengésről beszéltünk, és ez az utolsó mérkőzés nagyon kellemes emlék, mindkettőnk számára is, talán a közönség számára is, hogy nézzük meg ennek a mérkőzésnek, a BVSC-nek elsősorban a góljait, egy közel 3 perces összeállítást.
Sipos egyedül lehet menni. Ügyes, Varga Endre, Flókai. Toldi kapja középen. Ez is jó, nincs les, Flókai. Lövés! És gól! Hát én megmondom őszintén, nem is tudom, kiről pattant be. Azt láttam, hogy Kardos itt ellövi, és valamelyik védőről csorgott le, minden esetre Kolarics is ott van, Farkas Balázs pedig a földön verve. Mindegy, ha szerencsés, ha nem szerencsés ez a gól, akkor is a miénk. 1-0 arányban vezet a hazai csapat a 20. percben lőtt góllal. Kolarics mondja a hangos beszélő, tehát maradjunk annyiban, hogy Kolaricsról pattant be. Kardos mehet egyedül. Pomper támadja, Kardos, érkezik Sinkó is. Visszakerül Kardoshoz. Jó a beemelés, a cél is. Kolarics. Puskás lő! És egy nagy védés. Farkas Balázs védett nagyot. Potemkin. Hudák van mellette, Potemkin. Cselezget befele, abszolút gólhelyzet, egybeadás, nincs kapus, és most visszafutva a sólyom lábába akad el. Smicsinkó. Igen, igen, Varga Ernő rossz belépője után megvan a harmadik sárga lap is a hazaiaknál, és Varga Ernő a tulajdonos. Potemkin, Vince István, Farkas, bábáskodnak ott a labda körül. Na vajon ki fogja elvégezni egyelőre? Arany most, Sipol, Vince is, Potemkin, Potemkin lő, helyi felé, sólyom rajta volt. 61. perc, Varga Endre szöglete. Jó fejes, 2-0, és Gera kibújt a védők mögül, és nem is tudom, talán a harmadik labda érintése Gerának, és szelfülesen Farkas Balázs keze között bólintotta a második hazai gólt. Ahogy láthatjuk, itt Farkas Balázs tehetetlen ezzel a fejessel szemben, a 62. percben tehát, Gera góljával 2-0 arányban vezet a hazai csapat. Hát jó volt ezt végignézni, és itt, ahogy újra éltük a dolgokat közösen, az, hogy nyert a csapat, annak nem az-e az oka elsősorban, hogy bizony itt már sokan vészharangot kongattak, és azt mondták, hogy ha most nem hozza magát egy-két játékos, akkor megválik tőle a szakvezetés. Volt-e ilyen érzése, vagy volt-e olyan előjele ennek a mérkőzésnek? Természetesen, mint minden konkrétan igaz hírnek, és a pletykának is van alapja, a Kolaricsról nincs szó. Nem ilyen tekintetben esett róla szó. A vezetők abszolút nem, én voltam vele elégedetlen, ez az igazság, hiszen nem csak nem, vele, nem ok nélkül, hiszen a csatárokkal, a támadó játékunkkal. Tehát a támadó játékunk nem csak azt jelenti, hogy rendelkezünk a Plókaim is, a Gorán Kolarics és a Gera Zoli személyében, illetve most egy kicsit a Kardos Ernő is ide tartozik, kimondott támadó játékosokkal, hanem azt, hogy hogyan oldják meg az edzéseken gyakoroltakat éles körülmények között bajnoki mérkőzésen, és nagyon nagy hiányérzetem volt idáig a ezekkel a fiúkkal. Nem szemben akarok nevesíteni, mert nincs is idő. Nyugodtan nevesítjük, de mert azt azért megkérdezem, hogy valójában most egy türelmi zóna van ezekkel a játékosokkal? Tehát a következő mérkőzéseken még mindig ott lebeg a kard a fejük felett, hogy úgy a mondjam? Kard mindig lebeg, ameddig a bajnokság tart. A türelmi zóna az pedig pontosan olyan hosszú, hogy beleférjen ez a bajnoki szezon. Beszéltünk itt Geráról. Ő bement, fejelt egy csodálatos gólt, utána igen, lejött, sántikált is egy kicsit. Azt igen, mondta itt, hogy igen. Ez egy külön történet, egy hogy kicsit ne, beszéljünk talán. Hogy ne, a Gera Zoli egy rendkívül tehetséges és egy nagyon értékes kis játékos, aki fiatalkorra ellenére is egy igazi futballista, fejben is jó áll a
a labdarúgáshoz. És ami nagyon fontos, elnézést, hogy ilyen dolgokban, hogy érzi a kaput nagyon. Igen, igen. Nagyon kevés játékos található Magyarországon, pláne ebbe az osztályba. PMB-be is kevés, aki előre tud játszani, tehát nem háttalálva a kapunak veszi át a labdát, hanem úgy helyezkedik, már figyeli a védő mozgását, figyeli a társa átadását, azokat az üres területeket megpróbálja befutni, bejátszani, ahová a labda érkezhet. A sérülésére visszatérve, egy a mai mágnes rezonancia vizsgálat megállapította, hogy egy gyulladáson esett keresztül, nyirokcsomó gyulladása volt, ami kihatott a csípő izom letapadási helyére, és nem tudott kellőképpen... Tehát sérült volt. Igen, sérült volt, és amikor egy megfelelő időt pihent, akkor ugye megnyugodott ez a testrész, az izomzat újra a vérkeringés mozgásba lendítette, amikor pedig kapta a folyamatos terhelést, akkor a sérülés miatt mindig problémái voltak. Ezért volt, hogy Tiszaújvárosba elvállalta a kezdést, betettem, és a 25. percbe cserélni kellett. Én már nem mertem tovább kockáztatni, hiszen a BVSC mérkőzést hozni kellett, felkiáltó jellel is, meg idézőjelben is. Ezért döntöttem a Plókai Kolarics csatárduó mellett, és az Zolit tartogattam egy folyamatos bemelegítés után arra, hogy esetleg be tudsz állni, és hogyha még 0-0 a mérkőzés el tudja dönteni. Nagyon jó idő. Erre szokták azt mondani, hogy jó húzott az edző, ugye? Igen, 19-re kért lapot. Igen, bocsánatot kérek, és nem akarok közbeszólni, csak nagyon megy az időnk. És nagyon sok mindent kéne még megbeszélni az elmúlt időszakkal, de foglalkozunk egy kicsit, hogy Komáromba megy a csapat, vasárnap játszik. A Komárom mögöttünk van. Igen. Nyilván vannak elképzelések arról vonatkozóak, hogy mit kéne játszani, vagy hogyan kéne játszani, és egyáltalán mivel lenne elégedett az edző? Természetesen az edző mindig a jó játékkal és a győzelemmel elégedett. Én azok közé, az edzők közé sorol magam, akik a gyengébb teljesítményt, de a győzelmet tekintik elsődlegesnek, hiszen eredménycentrikus világban élünk, és az egész edzésmunka és a felkészítés arra történik, hogy a csapat nyerjen. A Komárom csapata jelen pillanatban nem foglal el olyan előkelő helyezést a táblázaton, mint ahogy azt gondolom a komáromi vezetők is szeretnék, de itt hasonló cipőben járunk, hiszen mi is előrébb gondoljuk a csapatunkat, mint amit jelen pillanatban betölt pozíciót. Én láttam vasárnap Budapesten a 3. kerület Komárom bajnoki mérkőzést, 5-5-ös végeredmény született, tehát gólgazdag, változatos küzdelem volt. Van esélyünk idegenben? Én úgy ítélem meg, hogy igen, nem képviselt olyan játékerőt a Komárom ezen a mérkőzésen, és ebből a támpontból tudok kiindulni, amit mi ne tudnánk győzelemre váltani. Abban bíztam, hogy nem is szereznek pontot, nehogy legyen egy szalmaszál, ami esetleg fellobbantja a tüzet, és újult erőre tudnak kapni, hát pontot mentettek az utolsó pillanatba. Ettől függetlenül nagyon szeretném, hogyha már egymás után kétszer tudnánk nyerni, és úgy ítélem meg, hogy a Komárom csapata legyőzhető lesz vasárnap délután. Szapor Gábor, ezt kívánom őszinte szívvel, azt hiszem, hogy a szurkolók is ezt várják és remélik, és nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézők, Önök Sportszerva című műsorunkat látták, tartsanak továbbra is velünk. Szapor Gábor, a PMFC vezetőedzője volt a vendégem, a viszontlátásra.